2015. szeptember 22-én fórumot tartott a Galga-Mentei Térsége Líder Egyesület Galga-Hévízen. A Líder jelentése a vidék gazdasági fejlesztési tevékenységei közötti kapcsolat. A program azzal a céllal indult a 90-es évek elején az Európai Unió tagállamaiban, hogy az elszegényedő vidéki térségek további leszakadását megállítsa. Célja a vidéki térségekben élők segítése és bátorítása, annak érdekében, hogy térségük hosszabb távú fejlesztési lehetőségeit közösen átgondolják. Olyan integrált, újszerű megoldásokat magukban foglaló stratégiák megvalósításának támogatása a szándék, amelyek biztosítják a térség fenntartható fejlődését, különös tekintettel a természeti és kulturális örökség megóvására, a vidéki gazdaság megerősítésére, ami elsősorban munkahelyek teremtését jelenti, és a helyi közösségek szervezeti feltételeinek javítására. A Líder Egyesület a tavalyi esztendőben alakult, februárban alakítottuk meg az Észak-Kelet-Pest megyei Líder Egyesület után. Ez kellett azért, mert újra kellett pályázni ugye a Líder területi egységért, a lefedettségért, és a 24 községhez kaptunk 3 községet, még Rád, Penc és Kost településekkel gyarapodtunk, így már 27 településsel alakult meg a Galga-Mentei Térsége Líder Egyesület. A fórumon Vanó András Galga-Hévíz polgármestere, mint a rendezvény házigazdája, egyben a Galga-Mentei Térsége Líder Egyesület alelnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a szót Édelman Györgynek, az Egyesület elnökének. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket. Köszöntelek abból az alkalomból, hogy egy új vidékfejlesztési ciklust próbálunk meg elindítani. Nagyon remélem, hogy majd az elhangzott előadások azt fogják igazolni, hogy nem kis sikerrel fognak majd 7 év múlva, 2020. december 31-én, bízva abba, hogy még sokukat itt fogom viszont látni, azzal elszámolni, hogy a faluk, a települések és a településeken lévő adófizetők, a vállalkozók komoly támogatáshoz és segítséghez jutottak. Ebbe szeretnénk minden segítséget megadni, és elnök úr majd meg fog erősíteni a megyei közgyűléstől, hogy ezt szeretnénk. És akkor, ha ez végig menne, akkor erősödne a megyénk, erősödnék annak a városok és a faluk, és ezen keresztül az országunk. A rendezvényen részt vett Szabó István Pest megye közgyűlésének elnöke is. A mi dolgunk az lesz, hogy olyan programokat rakjanak össze önök, ti, amelyek alkalmasak arra, hogy jó pályázatként beérkezzen az államtitkárságra, és ők tudják azt támogatni. Kuszák Miklós, a Pest megyei területfejlesztési nonprofit Kft. Ügyvezetője előadásában elmondta, a 2012-ben készült társadalmi és gazdasági helyzetértékelés alapján lehet következtetni, hogy 2020-ig Pest megye fejlődése hová és milyen lehetőségekkel fog eljutni. Amikor a projektgyűjtések keretében összeszedtük, hogy mennyi pénzre lenne szükség Pest megyében ahhoz, hogy ezt a programot végre tudjuk hajtani, akkor nagyjából olyan 1000 milliárd forintnyi igény jelent meg, és azt gondolom, hogy nem túlzott igény. Ezt aztán, amikor kicsontoztuk és egy picit redukáltuk, ez lement a felére, tehát olyan 400-500 milliárd forintra, azzal valóban lehetne már komoly eredményeket elérni a megyében. Persze már a tervezés elején is láttuk azt, hogy kevés lesz az uniós forrás, és a programok is úgy készültek, hogy azért tudtuk, hogy ezeknek csak egy elenyésző hányada az, amire akár uniós, akár közpénz lesz. Tehát a megyének ki kell használni azt az adottságát, amiről elnök úr is beszélt, én is beszéltem, hogy azért itt van 3-400 ezer működő vállalkozás, itt van egy 3 milliós fővárosi piac, logisztikailag Európa közepén vagyunk, még ha ez most az utóbbi hetek fejleményeit tekintve ez nem biztos, hogy annyira szerencsés, de azért hosszabb távon reméljük, hogy ezt jobban ki tudjuk majd aknázni. Tehát Pest megyének építeni kell a meglévő gazdaságára, az adottságaira, az itt élő embereknek a képességeire és a tenni akarására, és az, ami uniós forrásból hiányzik, azt a saját erőből és az együttműködések által generálható hozzáadott értékből kell, hogy pótoljuk.
Bocskai József, a Phoenix Országos Szociális Szövetkezeti Hálózat vezetője hangsúlyozta, az önkormányzatok legfontosabb feladata az önfenntartás kiépítése lenne, és ehhez a szociális szövetkezetekkel való együttműködés jó megoldást jelentene. Sokat szoktam emlegetni, kérdezte a polgármester úr is, hogy mit rajzolgatok itt, mert egy háromszöget rajzoltam, és mondtam, hogy bizony én a Szent Háromságot rajzoltam le ide, és miért is? Ez az önök egyik legnagyobb lehetősége. Mi? Az, hogy a háromszög csúcsán megtalálható az állam, vagy az Európai Unió, vagy bármilyen más finanszírozó társaság, mint önkormányzat, a háromszög másik csúcsán megtalálható a településen vagy a környéken megtalálható for profit vállalkozás, és a háromszög másik csúcsa pedig a szociális szövetkezet. A szociális szövetkezet az egyik olyan lehetősége a gazdaságfejlesztésnek, amivel rövid időn belül, ha kell, előnyt lehet kovácsolni. Nagyné Virág Szilvia, gazdaságfejlesztési referens, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 2014 és 2020 között tartó agrár- és vidékfejlesztési operatív programról, ezen belül pedig a LEADER helyi fejlesztési stratégiák kidolgozásáról tartott tájékoztató előadást a jelenlévőknek. Nagyon fontos az, hogy mindenki lássa, hogy mire kell figyelni a helyi fejlesztési stratégiában. Mindenki tudja, hogy kicsi ez a pénz, tehát most kell igazán nagyon gondosan megfontolni, hogy ki mire ad támogatást. Ami máshonnan támogatható, arra az akciócsoportok már ne adjanak. Tehát előző időszakban is nagyon sok olyan fejlesztés volt, hogy tulajdonképpen agrár beruházás, de teszünk hozzá valami kis icipici lídert, és akkor már jóval nagyobb támogatási intenzitással meg tudjuk oldani. De ugye akkor több pénz volt azért az akciócsoportok kezében. Most sokkal inkább arra helyezzük a hangsúlyt, amit tényleg máshonnan nem lehet támogatni, és a térség szempontjából viszont fontos lehet itt. Lehet, vannak olyan térségek, ahol inkább sok kisebb projekteket támogatnak, lehet, hogy máshol hálózatosodást, együttműködéseket támogatnak, ezt minden térség maga tudja eldönteni. Nagyon sok igény merült fel mezőgazdasági gépek beszerzésével kapcsolatosan, amire azt tudjuk mondani, hogy fölösleges ide beadnia, mert itt a LEADER-en belül nem lesz rá pénz, de viszont meg tudjuk találni azt a lehetőséget, ahol van. Tehát ezekre a gépekre máshol kell pályázni. Utakra, külső és belső utakra kértek még lett igény, ezt sem tudjuk biztosítani, hiszen a LEADER csak saját magának a belső utak javítására tud majd valamennyi pénzt biztosítani, de ezt is meg lehet találni nagyobb léptékű pályázatokba, tehát át fogjuk őket irányítani, vagy segítünk azoknak a pályázatoknak a megtalálásába. Arra kérjük ugye az önkormányzatokat és a döntéshozókat, hogy inkább kisebb településekre jellemző épületfelújításokat, tanösvényeket és olyan lehetőségeket találjanak, ami 5-6 millió forintból kijön, és a 14-20-as évben sokkal többet meg tudnak majd ebből mutatni, és ezzel élhetőbbé, szebbé, turisztikai szempontból látványosabbá tudják tenni a területeket. Tehát nem kellenek a nagy pályázatok, mert most erre nincs pénz, vagy a nagy pályázatokra tudunk segíteni, hogy ő ezt másik csapásvonalon meg fogja tudni találni, és oda lehet belőle pályázni, nagyobb eséllyel, mint nálunk, hiszen azért a pályázati intenzitások nem ugyanazok a százalékos arányú elosztások a LEADER-nél, mint egy KEOB-ba vagy bármi egyéb feladatellátásnál. Szabó István Pest megye közgyűlésének elnöke elmondta, a különböző pályázatok között nem lesz átjárhatóság. A programok kötöttek, zártak, ezeket a pénzeket már előre allokálták, tehát, és a nagyságrend okán sem valószínű, hiszen olyan kicsi ez a pénz, hogy vélhetően a pályázatnak a töredéke lesz az, akit fogunk tudni támogatni. Korábbi időszakban a pályázatok beruházásoknál önrész hiányában a pénzösszegek úgymond beragadtak. Fogják-e önök most ellenőrizni, hogy a pályázó rendelkezik-e a szükséges önrészsel, kell-e igazolni? Ennek a kérdésnek két oldala van. Az egyik az, hogy a kormány létrehoz egy alapot, amelyben az Európai Uniós források önrészét fogja biztosítani az önkormányzatok számára.
A bennünket érintő, Vekopot érintő kérdés pedig az, hogy alapvetően nincs rá szükség, hiszen a mi általunk kiírandó pályázatoknak a háromnegyede a 100%-os intenzitás. Ugye ez elsősorban az óvodabölcsőde kérdést illeti, a közlekedési infrastruktúra fejlesztést illeti, és a leszakadó településrészek rehabilitációja. Ez 100%-os támogatottság, tehát nincs szükség önrészre. A szeptember 22-i fórum legfőbb célja az egyesület elindítása volt. Nyilvánvalóan most már azért egy működési erőleggel és egyéb feltételekkel el is kellett indítanunk, hiszen megkaptuk a területi lefedettséget, és lassan el kell kezdeni a HVS és ezeknek az elkészítését, és a 8 fórumot vállalta be az egyesület, amit a területén a 27 egységnél elő fog adni. Az első fórumra arra gondoltunk, hogy a döntéshozók és nyilván a elnökség, az elnökségi tagok legyenek, akik hallhatják azokat a feltételeket, hogy mi módon és hogyan kell a pályázatokat kezelnünk, és milyen pályázatok jönnek ki. Tehát az volt a feladat, hogy most egyelőre a döntéshozók lássák azt, hogy mi is az a líder egyesület, milyen lehetőségek vannak a közeljövőbe, és egy picit elgondolkozzanak azon, hogy a nagy projekteket ugye el kell felejtenünk, és ilyen kisebb projektekkel, rekonstrukciókkal kell a 14-20-as évbe beérnünk, a pályázati évbe beérnünk a lehetőségekkel, mert nagy pályázatokra nem lesz pénz. A vállalat 8 fórum hátralévő eseményeit szeptember és október hónapokban szeretné megrendezni az egyesület. El kell készítenünk a helyi vidékfejlesztési stratégiát, amit már a fórumokon hallott tapasztalatokból, kívánságokból szeretnénk véglegesíteni, és ugye mennek a határidők, ezeket el kell végeznünk, tehát folyamatosan lesz olyan hét, amikor lehet, hogy nem egy vagy két fórumot, hanem három fórumot is kell tartanunk. Nyilvánvalóan megpróbáljuk megosztani, ugye eleve az egyesület úgy áll föl, hogy északi, közép és déli egységek vannak, és ezen belül ugye a 6 hely, 2-2, esetleg valahol, ahol nagyobb asszót körzetbe egy még belefér, és akkor a két-két községet összevonva megtartjuk a fórumokat. A szeptember 22-i Galgahévízi Líder Fórumon elhangzott előadásokat teljes hosszukban megtekinthetik a Régió Plus televízió műsorában.